Jó estét kívánok, kedves nézőink! Rövid idő alatt hosszú út vezetett a Paks Afrika kerékpár túrától a dél-koreai Kemyang Egyetem szociológiai tanszékének egyetemi adjunktusi állásáig. Ma esti vendégem Régi Tamás, üdvözöllek itthon. Köszönöm a meghívást. Itt Kemyangban oktatsz szociológiát és antropológiát ezen a dél-koreai egyetemen. Erről beszélünk majd később, de kezdjük akkor talán időrendi sorrendben, mert átküldted a önéletrajzod egy részét, legalábbis az egyetemi résztől, és hát felsorolni is sok, hogy hány helyen jártál az elmúlt néhány évben. Kezdjük akkor egy kicsit az egyetemi tanulmányt, ugye Paksról indultál, a Paksi Vakbottyán gimnáziumtól, és ahogy a bevezetőben is említettem, volt egy 10.000 kilométeres kerékpár utad. Annak idején már az is Afrikába vezetett. Tudtad, hogy ezzel fogsz már foglalkozni? Az még az egyetem előtt volt, 95-ben, 96-ban is, akkor voltak még az első ilyen Paksi TV-s riportok. Szerintem talán akkor voltam itt utoljára. Talán ennyire nem volt az tudatos, amikor ezeket a bringatúrákat csináltuk, hogy én hogy ilyen hosszú ideig Afrikával fog foglalkozni, de biztos, hogy az adott egy olyan alapérdeklődést, meg információt ezekről a dolgokról, amik elindítottak a pályámon, legalábbis a 2000-es évek elejéig. Ez akkor határoztad el, hogy mindenképp az antropológiát választod majd? Én ezt azt hiszem, elég korán elhatároztam, már amennyire lehet ez egy ilyen elhatározás, de engem érdekeltek ezek a dolgok elég korán. Tehát a kaland szintjén is, és nagyon hamar a tudományos szinten is foglalkoztatott ez a dolog. Úgyhogy hát amikor felvettek az egyetemre Miskolcra, talán az előbb említetted. 98-ban, igen. 97-ben kezdtem, 98-tól 2003-ig. Hogy ott erősen motivált voltam erre az egész területre. És végül is azért másodéves egyetemista voltam, amikor az első terepmunkámat végeztem Kenyába és Etiópiába. Ami akkor azért egy nagy szó volt, tehát szerintem mi voltunk az első olyan generáció, akik ilyen fiatalon tudtunk terepmunkát végezni 90-es évek végén. Előtte ez nem nagyon működött, hogy Kelet-Afrika. Ez? Ugye egy kicsit azért az antropológiát világítsuk meg, hogy mivel, tehát te ugye kulturális antropológiára és vizuális antropológiára jártál. Szerintem sokunknak, sok tévénézőnek persze, nem sokat mond, nem hogy sokat ez, mond, mit ez takar teljesen, ez a tudomány. Teljesen. Kicsit beszéljünk Alapvetően, hogy van rengeteg tudományos meghatározás, hogy mivel foglalkozik az antropológia, de azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen bármiféle emberi megnyilvánulása a nyelvtől, a művészetig bezárólag minden a kultúra alá tartozik, és az antropológusok ezt vizsgálják. Van a klasszikus formája, amivel én foglalkozom, ami inkább törzsi társadalmakkal, vagy nem urbanizált, nem városi társadalmakkal foglalkozik. Engem mindig ezek a dolgok érdekeltek. A mai napig egyébként ez a formája érdekel az antropológiának. Közben aztán elkezdted a Miskolci Egyetemet, és akkor áthallgattál már párhuzamosan a Miskolci Egyetemet. Azért, mert Miskolcon volt egyedül nappalin antropológia, de nem volt afrikanisztika oktatás is. Abban az időben még az ELTE-n volt egy afrikanisztika oktatási program, ami engem érdekelt, és akkor én párhuzamosan végeztem azt is a Miskolc mellett. És hát és végül is akkor meglett a diplomám 2003-ban, ez az 5 év alatt kétszer voltam Afrikába, abból írtam a szakdolgozatomat. És akkor jött egy ilyen nehezebb időszak, szerintem minden ember életében vannak nehezebb és könnyebb időszak. Friss diplomásként, PhD nélkül elhelyezkedni nem tudtam az akadémiai életbe, úgyhogy nagyon sok minden más csináltam, ami nagyjából azért Afrikához volt köthető minden, tehát itt az újságírástól a könyvírásig, az úti könyvírás, filmkészítés. El kell mondani, mert te így felsorolod, slágvortok van, de azért el kell mondani, hogy önálló könyveid jelentek meg, vagy tehát könyvekbe dolgoztál be, rengeteg cikket írtál különféle szakfolyóiratokba, HVG-től elkezdve sok-sok helyre.
felsorolni is sok. Tehát ebben az időszakban az egyetem, a magyar egyetemek elvégzése után akkor ezekkel foglalkoztál? Akkor nem is utaztál? De utaztam ezeken keresztül, mint írtam egy egyiptomi úti könyvet, akkor Egyiptomban utaztam. Dolgoztam a TV1-nek, a Natura szerkesztőségnek, akkor utaztunk többször Afrikába, de nagyon sok helyen a Kárpát-medencébe, és csináltunk dokumentumfilmeket. Vittem 2-3 turista csoportokat Afrikába, és akkor azokon keresztül utaztam, tehát ezen keresztül. Ez a 2003, vagy 2004-től 2006-ig tartó időszak, ez a 2-3 év, volt ez, hogy próbáltam bejutni egyetemekre, meg próbáltam tanítani, tanítottam is eközben az ELTE-n, de abból nem lehetett megélni, ezért kellett aztán nagyon sok ilyen egyéb dolgot csinálni. És nem csábított el? Ez végül is, amiket elmondtál, rendkívül színes dolog. Tehát idegenvezetőként utazhattad be világot, csoportokat vittél. Egyik se volt állandó. Afrikában. Ugye a televíziózás önmagában elcsábítja az embert, nagyon sok embert elcsábít. És mi az oka, hogy ragaszkodtál ehhez, hogy te ebben az antropológiában, ebben a tudományágban vidd tovább az életedet? Ez a ragaszkodás, ez egy nagyon érdekes dolog, mert tehát ebből nagyon-nagyon nehéz megélni, amíg az embernek nincs egy állandó munkája, amíg nincs egy állandó jövedelme. És én azért az a típus vagyok, aki nagyon szereti azt, szerintem sokan vannak így, hogy azért minden hónap elején vagy hónap végén a számláján legyen ott a fizetése, még ha nem is olyan sok, mint hogyha szabadúszó vagyok, és akkor néha bejön egy kicsit több, de hónapokig semmi. Az engem nagyon zavart. Úgyhogy én nekem az volt a célom, hogy legyen egy állandó munkám, ahol ezzel foglalkozhatok. Ez nem sikerült. Persze ezek nagyon színes dolgok és nagyon jó dolgok. Utazgatni és közben pénzt is keresni és filmeket csinálni, filmeket forgatni, és tényleg a TV1-nél a Natura szerkesztőségben voltam, ez egy mai napig az egyik legendásabb szerkesztőség a természetfilmeket illetően. Szóval ez nagyon sok érdekes emberrel találkoztam, nagyon-nagyon élveztem ezt a dolgot, de azért mindig volt bennem egy olyan, hogy jó lenne megmaradni a szakmában. Ez nem jelenti azt, hogy azt mondom, hogy ez az az időszak, de talán a mai napig is, amikor minden egyes nap megfordul a fejembe, hogy vajon jó-e az, hogy én ezt a dolgot csinálom, de ez azt hiszem egy egészséges kétkedés vagy kétség az emberben. A lényeg, hogy eltelt ez a pár év, és valóban volt egy válaszút, hogy vagy elmegyek valami teljesen más csinálni, amiből megélek, és pénzt tudok keresni, vagy elmegyek külföldre. Maradt a külföld, ugye 2006-ban Leedsbe kerültél, a Leeds Egyetemre. Elkezdtem pályázni különböző nyugati, angol, német és amerikai egyetemekre, és elég hamar kaptam egy doktori ösztöndíjat Angliába. Ez 2006-ban volt, és 2007 elején kiköltöztünk rendesen, tehát ott elkezdtem a Leeds Egyetemen, a Leeds Metropolitan University-n a doktorimat, ami egy nagyon-nagyon jó időszak volt az életemben. Ez 2007-től 2012-ig tartott, nem csak a doktorit. 2007-ben kezdtem a doktorit, és 2011-ben fejeztem be, akkor védtem meg. És kitalálom. Az afrikai, valamelyik afrikai törzsről. Az abszolút maradt ez az afrikai, megadták azt a lehetőséget, hogy választhattam, hogy hol végzem a terepmunkát. Tehát elfogadták a témámat, de nem határozták meg, hogy milyen földrajzi területen végzem. És mivel nekem azért volt akkor már egy aránylag nagy tereptapasztalatom Kelet-Afrikába, ezért én maradtam a kelet-afrikai térségnél, és visszamentem egy olyan néphez, akinél már korábban jártam, és akkor belőlük írtam, és velük dolgoztam, ezek a Mursik, Dél-Etiópiában, a szudáni és kenyai határhoz közel. És hát ez egy nagyon-nagyon érdekes időszak volt az életemben. Nagyon-nagyon szerettem Angliába élni, nagyon szerettem Angliát, és nagyon szerettem ezeket az egyetemi éveket. Megint csak nagyon-nagyon sok érdekes ember, nagyon sok inspiráló ember, nagyon sok érdekes helyzet és rengeteg kihívás. És egy nagyon erős kutatás, és egy tudományos nagyon, élet. És egy nagyon-nagyon erős akadémiai élet, egy nagyon magas mérce, igen. Ami engem mindig inspirált arra, hogy hát ezekkel az emberekkel lépést tartsak.
ami persze vezet egy fejlődéshez, egy szakmai fejlődéshez, talán emberi fejlődéshez is, nem tudom. Lényeg, hogy ez egy jó időszak volt. Miután megvédtem a doktorimat, rövid időn belül kaptam is állást Leeds-től, nem ezt, Sheffield-i egyetemen ott tanítottam, majd egy évet, és az is egy nagyon jó időszak volt, az egy jó egyetem, nagyon jó egyetem, az angol mércével is mérve. És közben jártál ki a Murszikhoz. 2009-ben jöttem haza a nagy terep munkámról, amit a doktorihoz csináltam, és én utána nem mentem vissza aztán hozzájuk. Mennyi időt töltöttél kint a Murszik között? Az egy év volt, amit a doktorihoz tehát kvázi ez azt jelenti, hogy egy évig kint éltél ott. Hazajöttem kétszer közben. Dél-etiópiai Murszik igen, között. Igen, igen. Akkor mesélj róluk egy kicsit. Egy doktori után nehéz róluk mesélni. Én, hát nyilván sokan vagyunk, akik még csak nem is hallottuk ezt a népet, hogy kik ők. Nem is annyira népről, ez egy nagyon pici nép, csoport. Hányan nem tudjuk pontosan, hogy hányan vannak, körülbelül 10 000-en lehetnek. És az Omu folyó mentén élnek, főleg állattartással foglalkoznak, vagyis hát úgy mondjuk, hogy vegyes gazdálkodást folytatnak, tehát szorgumot, kölest is termelnek, és állatot is tartanak. És ami engem érdekelt, az az, hogy az utóbbi 10-15 évben elkezdték őket látogatni a turisták, napi szinten, tehát nyugati turisták, főleg spanyolok, hollandok, angolok, amerikaiak mennek oda és fotózzák a Murszikat, és nagyon rövid időt eltöltenek velük, és én igazából az érdekelt bennünket, engem, hogy ez milyen hatással van a kultúrájukra, mennyire bomlik fel. Most ez nagyon leegyszerűsítve és nagyon-nagyon egyszerűen elmondva. Hát én ezen belül azért vizsgáltam azt, hogy a nyelvük mennyire változik, meg a művészetük mennyire változik, meg a gazdaságuk, a hozzáállásuk, és hát egy nagyon érdekes helyzetet tudtam leírni, ami hát azt lehet mondani, hogy érdekessé tette a kutat, mert ugye többen foglalkoznak hasonló dologgal, de nekem sikerült ez a hosszú terep munka alatt leírni egy olyan helyzetet, amit mások annyira azért nem tudtak leírni Afrikába még előttem, hogy mennyire, hogyan játszanak a Murszik ezzel a helyzettel, és hogyan használják ki a különböző etnikus beöltözések, és eljátszák a vadembert. Tehát, hogy a turistáknak. És hogyan üzletelnek, és utána hogyan vetkőznek vissza, vagy öltöznek. És vissza tudnak vetkőzni? Tehát hát a globalizáció igen, nem sújtja őket agyon? Ez volt az érdekes, ez a dinamika, hogy egy ilyen politikailag és gazdaságilag gyenge csoport Etiópián belül is, hogyan tudja mozgatni, mi a társadalmi dinamikája ennek, hogy hogyan tudja kijátszani, vagy kihasználni, vagy a saját hasznukra fordítani ezt az egyébként egyenlőtlen helyzetet, amikor ilyen nagyon gazdag turisták oda mennek, és van egy ilyen nagyon feszült viszony köztük. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet volt, és én erről írtam aztán a doktorimat. Csodabogárnak tekintettek itthon? Ezeket mi tőlük kellene, hát én magamat nem, mert ezek teljesen természetes dolgok a számomra, de ezeket tőlük kellene megkérdezni. Gyanítom, hogy igen, persze, csak amikor az ember ebben benne van minden nap, és olyan emberekkel vagyok körülvéve, akiknek ez természetes, mert ugyanilyen dolgokkal foglalkoznak, és ez a természetes, akkor számomra is természetessé válik. És ilyenkor mindig nagy a kontraszt, mikor olyan emberekkel találkozom aztán, hosszú idő után, akiknek ez nem a mindennapi életük. Úgyhogy igen, ezek azért mindig problémás helyzetek tudnak lenni, azt hiszem. Említetted ugye kicsit visszatérve Angliához, hogy doktoráltál, utána egy évet tanítottál is a szomszéd városban, a szomszéd egyetemen. Végül is mi hozott akkor haza? Tehát mi volt az, amitől úgy érezted, ugye professzor lettél, állásod volt, biztos állásod volt, gondolom, hogy ott egy angliai professzornak nem is fizetnek olyan rosszul. Mégis ez mind igaz, és mégis hazajöttél. Ez mind igaz, amit elmondtál, és semmi ezekből. Valóban meg lett a doktorim, segédprofesszor lettem, adjunktus lettem. Az állásom volt, de az nem volt egy teljes állás, hanem egy félállás volt, ami persze fizetett annyit, mondjuk háromszor annyit, mint itthon egy teljes állás. Ott is elég jól fizetett, tehát meg tudtunk belőle élni. De időközben született egy kislányom, aki hát azóta is ugye nagyon-nagyon fontos a számomra, és úgy gondoltuk a párommal, hogy azért jobb lenne
talán jobb lenne, jobban működne ez az egész dolog itthon. És ezért úgy döntöttünk, hogy hazaköltözünk. Illetve hát rengeteg olyan apró dolog volt Angliában, akármennyire is szerettem, vagy szerettük, hogy azért mégis idegenek voltunk, és idegen volt a számunkra. Tehát azért 5,5 évet éltünk ott, majdnem 6 évet. És én mindig azt mondom, hogy persze el lehet költözni külföldre, de majd akkor mondja az ember azt, hogy ez egy jó döntés volt, amikor 5-6 évig ott él, vagy tovább. És hiányzott, majd mi hiányzott? Azt hiszem hiányzott. Nehéz ezt megfogalmazni, főleg megint azoknak az embereknek, akik itthon panaszkodnak, mert az emberek itthon panaszkodnak, hogy milyen rossz itthon, és nagyon sok szempontból persze nagyon rossz itthon, és akkor mondják, hogy hát el kell menni külföldre, és sokan el is mennek, és talán jól is érzik magukat egy rövid ideig, de azért nem olyan egyszerű ez. És te mikor jöttél haza? Ez 2012-ben jöttünk haza, és én akkor egyből kaptam állást egy magyar főiskolán, a Kodolányi Főiskolán, ott tanítottam egy 1,5 évet. Miért pont a Kodolányi? Ugye Eltére jártál, vagy a Miskolci Egyetemre, miért nem az ugrott be először, hogy ide kéne? De az egyetemek borzasztó lomha, bürokratikus rendszerek, a főiskolák pedig sokkal jobban tudnak reagálni arra, hogyha egy fiatal, friss PhD is haza szeretne jönni és hazahozni a dolgait. Az egyetemek nem reagáltak arra, hogy én megkerestem őket, még ha szerettek is volna oda venni, esetleg nem képtelenek voltak beilleszteni ebbe a borzalmas rendszerbe, amit fenntartanak. A főiskolák viszont sokkal rugalmasabbak, és egyből kaptak arra, hogy jobb fizetést is ajánlottak, úgyhogy... Mit tanítottál a Kodolányi? Ez egy turizmus tanszék, ahova elmentem, és én a turizmushoz kapcsolódó dolgokat tanítottam. Jól érezted magad a Kodolányi? Jó. Azért kérdezem, mert ahogy itt a beszélgetésünk elején felvezettem, ma Dél-Koreából, vagy mostanában Dél-Koreából jöttél haza. Tehát tulajdonképpen 1 évet taníthattál, ha úgy kiszámolgatom egy szemesztert a Kodolányin. Ezért kérdeztem, hogy jól érezted-e magad. És hogyha igen, akkor mi indított újabb bolyongásra, és mondjuk a világ másik végére éppen Dél-Koreába? Egy ideje volt ez az állásajánlatom Dél-Koreából. De ez már egy korábbi állás. Hát úgy felvetődött ez, nem annyira régebben, de felvetődött. Aztán egyre jobban érett ez a dolog, hogy engem oda hívnak erre a tanszékre. És egy elég komoly helyet ajánlottak, elég komoly fizetéssel, és nagyon-nagyon jó kondíciókkal. Most, ha csak ilyet mondok, hogy évi 4 hónap fizetett szabadsággal, ami elég sok, amit itthon tölthetek. Na mindegy, szóval nagyon jó. Tehát egy szemeszter után... Minden szemeszter után 2 hónapot itthon töltöd. Egy szemeszter után nekivágtál a dél-koreai világnak. Azért azt meséld el, mert engem az megdöbbentett, mikor korábban beszélgettünk róla, hogy hát előtte azért kiugrottál körülnézni, és eltöltöttél ott vagy 4 órát Dél-Koreában. Ez egy érdekes történet volt. Az a rendszer legtöbb koreai egyetemen, hogy a tanszék meghirdeti az állást, abból kiválasztja a tanszék a jelentkezőkből, hogy kit szeretne felvenni, majd azt az egy jelentkezőt behívják munkainterjúra. Tehát nem 4-5 embert, mint általában Angliában ez szokott lenni. Szóval engem meghívtak munkainterjúra, ami szó szerint 1/4 óráig tartott. Tehát ez azt jelenti, hogy én kiutaztam, akkor még nem kezdtem meg a munkát. Az egyetem elnökével kellett találkozni egy ilyen hatalmas terembe. Az asztal végén ült, mellette segédje, vagy nem tudom ki, és akkor... Hát ez egy pofa vizit volt, ami tényleg 1/4 órát tartott, és akkor ő engem leellenőrzött, hogy tetszek-e neki, és ő hagyta jóvá, hogy fel vagyok-e véve. Tehát ez tényleg úgy volt, hogy én innen elindultam, nem tudom, kedden, és csütörtökön itthon voltam. Tehát ott egy fél napot töltöttem. Természetesen fizettek mindent, meg nem tudom milyen hotelben lakta, meg a jegyemet fizették, de hogy ez erről szólt, hogy akkor ott engem leellenőriztek, és sok egyébként mindenkit, akit oda felvesznek. Csak akkor kvázi ismerősként mentél már és a akkor, rendes És munkád. Akkor márciusban, amikor mentem, akkor már valamennyire is, persze akkor ott találkoztam a tanszékről 1-2 emberrel, de igazából ami fontos volt, hogy az elnök,
lásson engem is, mivel nagyon-nagyon szeretik a magyar klasszikus zenét és a magyar zeneszerzőket, azért hiába szociológia tanszékre mentem, azért megkérdezte, hogy nem zenélek-e valamit, valamilyen hangszere játszom, mondtam, hogy sajnos nem, ezzel nem tudom szólni. Néhány afrikai dobot tudnál. No, és akkor azóta itt vagy, egy szemesztert eltöltöttél már. Most már kettőt. Most már kettőt, igen. Kettőt délkorában, és meddig tervezed, még meddig maradsz? Igazából ez egy, akár nyugdíjba is mehetnék erről a helyről, tehát ez egy állandó pozíció. Viszont két évente van egy ilyen felülvizsgálat, ellenőrzés, amikor mindketten felbonthatjuk a szerződést, ők is, és én is. És én azt gondolom, hogy tehát most lement egy év, és még egy évig szeretnék maradni. Nem bontom fel a szerződést, és amikor újra alá kell írni a szerződést, akkor elgondolkodom azon, hogy újra aláírjam, tehát valószínű, hogy ebben ez a két év lesz, és nem lesz belőle 4 év vagy 6 év. Ha azt mondtad, hogy ez egy nyugdíjas állás, és egy rendkívül elkényeztetett helyzetben vagy antropológusként, akkor mi okozza ez a benned élő nyughatatlanság? Másfelé kacsingatsz, esetleg Afrika felé kacsingatsz újra, tehát mi okozza ezt? Járhatnék Afrikába, vagy járhatnék bárhova terepmunkámat végezni. Részben ez a 4 hónap évente azért is van, hogy a kutatást lehessen végezni. Ez megint csak egy olyan helyzet, hogyha azt mondom Angliára, hogy azért nehéz, vagy nem annyira könnyű ott huzamosabb ideig élni, Dél-Koreában pedig még nehezebb. Ez egy nagyon-nagyon más kultúra. Kezdve a nyelvtől, hogy azért én nem beszélek koreaiul. Meg kellene tanulni persze. De a mindennapi helyzetekben is, az emberek viselkedésében ezek nehezen emészthető dolgok számomra. Ahogy a dolgok mennek az egyetemen is, meg a mindennapi életben. A másik az, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy azért hiányzik egy csomó minden itthonról. És még hogyha vissza is jövök egy borzalmasan alulfizetett állásba itthon, még most azt gondolom, hogy még akkor is talán jobban érzem magam itthon, mint ott. Egy évig, és akkor utána újra irány a nagyvilág. Lehet. Hát tényleg, ahhoz képest, hogy milyen fiatal vagy, ahhoz képest hihetetlen utat jártál be eddig. Ugye te Afrika kutató vagy, legalábbis hivatalosan. Szoktak ilyet mondani, igen. Igen, Afrika kutató vagy. Sokan vannak ilyenek, antropológusok? Magyarok? Igen, világban is én nagyon ritkán. Persze, azért az olyan országokban, akiknek volt gyarmatuk, ott persze nagyon erős az Afrika kutatás. De hogyha azt mondom, hogyha megnézem a japán-afrika kutatást, ami nagyon-nagyon erős, akkor azt lehet mondani, hogy ott is rengeteg antropológus, néprajzos politológus foglalkozik Afrikával. Európai viszonylatban mi gyengén állunk, de ha azt nézzük, hogy a szlovén, vagy a cseh, vagy a lengyel Afrika kutatás, hát ezek mind nagyon-nagyon erősek. Tehát nem egy, hanem több tanszék van ezekben az országokban. Nálunk sajnos nincs. Mennyire ismeritek egymást, így Afrika kutató? Konferenciákon azért találkozunk, meg olvassuk, főleg, hogyha valaki azzal a témával foglalkozik, amivel én is, akkor elég jól. De én, mivel ennyi ideig éltem Angliában, én azért igazából megmondom őszintén, hogy az angol rendszert ismerem jobban. Az ember bedolgozza magát egy ilyenbe, valamelyikbe, teljesen mindegy, hogy melyikbe, akkor ott megismerik a nevét, én is ismerem az embereket, megtanulunk egymás nyelvén kommunikálni, megismerjük egymást, és akkor nagyon nehéz átváltani másra. Nekem nagyon nehéz lenne mással foglalkozni, például nem nagyon kapnék pénzt, hogyha most azt mondanám, hogy Közép-Ázsiával, vagy Erdéllyel, vagy bármivel szeretnék foglalkozni. Tehát ilyen szempontból ez egy ilyen csapda is, hogy az ember 10-15 évet beleöl egy területbe, és utána nagyon-nagyon nehéz onnan. Tehát én hiába pályáznék egy erdélyi kutatásra, nagyon nehéz lenne pénzt kapni. Azt mondják, hogy joggal egyébként, hogy nincs, vagy bármilyen más. Tudom, hogy nem lehet ketté választani, de ha mondjuk az anyagi dolgokat félretehetnéd az életedben, akkor
akkor mit csinálnál, mivel foglalkoznál? Akkor is ugyanezt csinálnál, tehát tanítanál, vagy csak a kutatásnak szentelnéd az életedet? Én szeretek tanítani. Vagy biciklizni. Szeretek tanítani, szeretek bringázni, és szeretem a kutatás részét. Talán egy picivel kevesebb lenne a tanítás benne. Uh-huh. Ez valószínű, hogy így lenne. Most már tényleg nagyon régen voltam terepen, 2009 óta nem tudtam visszamenni. Tehát inkább tudós embernek tartod magad? Hát nem is tudom. A kutatás talán most egy kicsit hátrébb maradt. Főleg azért elkezdtem tanítani egy új egyetemen, ahol minden szemeszterben 3 új kurzust kell tanítanom, rengeteget kell készülnöm. Ebből egy picit szívesen faragnék, de alapvetően olyan más nagyon nem változtatnék. Megint csak azt mondom, hogy ha ez a koreai helyzet 22 éves koromban áll elő, akkor én nagyon-nagyon boldog lennék. Tehát akkor egy ilyen helyzetnek sokkal jobban tudtam volna örülni. Persze akkor nem adnak ilyet, mert az embernek nincs doktoria, meg nincs tapasztalata, stb. Tehát én vagyok az egyik legfiatalabb professzor ott ezen az egyetemen. Meddig maradsz itthon? És most március 1-én utazom vissza. És akkor nyárig, szemeszter végéig leszek, és jövök haza nyáron 2 hónapra. Hát, örülök, hogy találkoztunk, és érezd jól magad. Jó, köszönöm szépen. Nézőinknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héten már ismét választási műsorokkal folytatjuk a közéleti műsorainkat. Addig is nézzenek bennünket a viszontlátásra.